Fuvola, zongora, citera, csak néhány hangszer, amit megszólaltattak a Garai János Gimnázium tanulói a Zenevilág napján. Hagyomány ugyanis, hogy minden évben bemutatóval készülnek diáktársaik, tanáraik és a meghívott vendégek szórakoztatására. Lapszívan most, nem csuga most, az asszonyok részegek most. Ha részegek nem vonanak, férekontyok se vonanak. Ó, én édes angyalom, nincsen gatyám adzagom. Mondtad volna szombaton, vettem volna maróton. Az egy óra belőlünk elnevezésű program célja, hogy felhívják a figyelmet a zene fontosságára és jótékony hatásaira, valamint, hogy még jobban megszerettessék a népzenét és a komoly zenét a hallgatósággal. Október 1-én ünnepeljük a Zenevilág napját, és úgy gondoltam, mint az intézményének tanára, hogy szeretném, hogyha komoly zenével megismerkednének a diákok, tanórán kívüli zenei programot szervezünk. Nem az én ötletem volt, hanem az alkotó fantáziával rendelkező diákoké, ők adták, hogy egy óra belőlünk a sorozatnak. A zeneiskola partnerintézmény, zeneiskolai tanárok, szekszárdiak, illetve vidékiek felkészítésében halljuk a diákokat. Van, amikor a zeneiskolának a művésztanára is részt vesznek a megszólaltatásban, lesznek szólisták, lesznek kamaraegyüttesek, nagyon változatos éneklőcsoportok lesznek, és mindenki nagyon izgul, és nagy szeretettel lép. Van, aki először lép színpadra, van, aki sokat szorra. Vannak közöttük olyanok, akik zenei pályára készülnek, és van olyan is, aki most azért nem játszik, mert este a kamarazenekarral lép színpadra, és nagyon örülünk, mert itt ennek egyre jobban érezzük, hogy rangja van, és elismerek, megbecsülik. Én nagyon szeretem a zenét, szeretek zenét hallgatni, meg megnyugtat, meg amikor stresszelek, akkor ez így segít. Anyukám ugye zenetanár, és ezért hát beiratott a zeneiskolába is, de nagyon szeretem. Sándor Zsigmond 12-es tanuló is elárulta, önszántából ugyan, de külső behatásra kezdett el zenét tanulni. Nekem a bátyám zongorázott, és az megtetszett, és akkor én ugyanahhoz a tanárhoz is járok, mint ahova ő járt. És akkor így igazából tényleg csak bátyám hatására kezdtem el zongorázni szerintem. Ez lesz a 11. évem most, és egyre nagyobb kedvel vagyok zongora mellett, és egyre szívesebben tanulok meg új darabokat. Én sokat hallgatok zenét, szerintem ez egy hobbi szinten is működik, hogy valaki zenét hallgat, mindenhez odafér egy kis zene szerintem, és jó kedvet okoz az embernek. A programot már 9 éve Naszladi Judit tanárnő szervezi, aki azt mondja, nagyon fontos, hogy kapcsolat legyen a zene és az ember között. Éppen ezért ő a Kodály elveket vallja. Akkor kell elkezdeni a zenével való foglalkozást, mielőtt még megszületik a gyerek, így válik teljessé és beépül a személyiségébe a művészeti nevelés. Nagyon fontosnak tartom, hogy komoly zenei alkotásokkal ismerkedjenek meg, és ne csak a középiskolába tanuljanak, ehhez viszont arra lenne szükség, hogy az általános iskolákban is énekeljenek, kórusok legyenek, zenét hallgassanak, és olyanok tanítsák, akik ezt szívügyüknek tekintik. És akkor nem a középiskolás gyerek, tehát nem a középiskolában találkoznak először, nagyon sokan zenélnek középiskolai éveik alatt, és a zenével való foglalkozás az mindenre fejlesztő hatással van. Ezt én azokban az osztályokban különösen látom, ahol olyan diák van, akit versenyen is indítanak. Most is lesz olyan, aki a Nemzetközi Zongora Versenyre készülő darabját mutatja be osztálytársainak. Sok kollega megtisztel, és a diákoknak is ez nagyon jó, mert értékelik más oldalról, nem csak a tanulói tevékenységüket látják. Olyat, amit nem mindenki tud megcsinálni.